Papírszemüvegek, karkötők és üvegfestés is készül a Fehérló közösségi házban tartott kézműves táborban. Az intézmény minden nyáron a szünet kezdetével napközis foglalkozásokat szervez a legkisebbektől, óvodás, kisiskolás korúaktól kezdve az idősebb korosztályig bezáróan, amik az egész nyarat átfogják. A nyár elején napközis jellegű táborokat szerveztünk kicsi gyerekeknek, amiben a mozgásos és kézműves foglalkozások váltották egymást. Volt tánctáborunk, kettőféle, illetve három, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán még itt a nyár vége felé pedig inkább a nagyobbakat várjuk programokkal. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a kézműves foglalkozásokra, évközben is heti rendszerességgel várják a gyerekeket a programokra. Az idei kézműves foglalkozásra elsősorban ügyeskező, alkotni szerető gyerekeket vártak, akik az egyhetes program keretében természetes anyagokból használati tárgyakat, lakásdíszeket készíthettek, de megismerkedtek a faforagással, az origamival, a fonalmunkákkal és a textilfestéssel is. Csináltunk a harmadik napon ilyen nemezbabát, ami kettő részben, hogy az egyik napon a fejét és a kezét, a másik napon meg a szoknyáját, és összevartuk az egészet. A negyedik napon meg festettünk ilyen üveget, meg képet. Mi volt az, ami neked a legjobban tetszett? Mit csináltál itt a legszívesebben? A karkötők. És most tetszett. És most csináltunk üvegfestést, csináltam karkötőket is, tyúkokat is csináltunk, meg színeztünk is ilyen szemüvegeket, és hát igazából ennyi. Mi volt, ami neked a legjobban tetszett? Karkötők. És otthon is szoktál kézműveskedni, vagy iskolában? Miért pont ezt a tábort választottad? Hát igazából nem tudtam erről a táborról. Az unokahúgom miatt jöttem, és azt hittem, hogy nem fog tetszeni, de közben ez volt az egyik legjobb tábor. És otthon is szoktam kézműveskedni, és az iskolában is. A nyári foglalkozások ideje augusztusban sem ér véget a Fehérló közösségi házban, hiszen pasztelkréta és pasztelceruza színes tanfolyammal, akrilfestő tanfolyammal, jobb agyféltek és rajztanfolyammal és mandala festő tanfolyammal is várják az érdeklődő gyerekeket a nyár utolsó hónapjában.